Az aminosvak olyan nitrogéntartalmú szerves vegyületek, amelyek más szerves vegyületek felépítésében vesznek részt. Több száz aminosvat ismerünk a természetben, de 20 olyan aminosav van ezek közül, amelyek a fehérje felépítésében vesznek részt. A fehérjék és az aminosavak közötti kapcsolatot szeretném nektek egy picit tisztába tenni. Ugye az aminosavak építik fel a fehérjéket, de a fehérjét a szervezet, amikor ugye befogadja, akkor emésztő enzimek segítségével kisebb darabokra, kisebb szerkezeti egységekre szedi szét, fehérjét peptidekre, a peptideket pedig aminosavra, most ezt leegyszerűsítve mondtam el, és az aminosavat pedig utána a máj, majd a véren keresztül pedig izomszövetekhez juttatva tudja az építő folyamatokat támogatni. Tehát a fehérje maga a tápanyag, és az aminosav pedig a fehérjének a legkisebb szerkezeti egysége, amit a szervezetünk már felhasznál. Az izomfehérjét felépítő 20 aminosav két nagy csoportba bontható. Az eszenciális aminosavak tulajdonképpen maguk a nélkülözhetetlen aminosavak, amelyeket a szervezet vagy nem tud előállítani, vagy pedig nem elegendő mennyiségben. És a másik csoport, a nem eszenciális aminosav, ezt a szervezet tulajdonképpen előállítja korlátlan mennyiségben. De a kettő között mégis van egy olyan csoport, amit kondicionális eszenciális aminosavnak is szoktak nevezni, vagy fél eszenciális aminosavaknak. Ebbe a kategóriába olyan aminosavak tartoznak, amelyet bizonyos életkorban még nem produkál a szervezet. Ilyen például a hisztidin aminosav, amit gyermekkorban még nem tudunk előállítani, és tehát ilyenkor eszenciálisnak minősül. A nem eszenciális aminosavak közül kiemelnék egyet, a glutamint, amelynek szerepe kiemelkedő, többféle ilyen kiegészítő is találkoztok a portfóliónkban. Eleve, hogyha aminosav készítményt választunk, akkor a fehérje készítménnyel mi legyen? Akkor azt már nem kell használnom? Nincs már szükségem rá? Nagyon fontos, hogy ez ugye összetartozó elemekről beszélünk, a fehérje hordozza az aminosavakat. De a szervezetnek le kell bontsa olyan kisebb egységekre, amiket fel tud használni közvetlenül. Viszont edzés után ugye tudjuk, hogy ha fehérjét fogyasztunk, akkor az izomépítés ki lesz szolgálva, mint cél. De akkor az aminosavaknak hol van a helye? Egyszerű a megoldás, edzés előtt vagy edzés közben, hiszen hogyha edzés előtt közvetlenül vagy edzés közben iszom meg azt a fehérje turmixot, amit kinéztem magamnak, akkor nem biztos, hogy ideális lesz a komfort érzetem. Viszont ugye edzés után egyértelmű, hogy a fehérjét fogom választani az izomépítés miatt, hiszen a fehérje hozzájárul az izom növekedéséhez, a kisebb egységeket, az aminosavakat, pont azért, mert a szervezet közvetlenül képes felhasználni, nem kell bontogatni a fehérjét kisebb alegységekre, hanem az aminosavat, ahogy megittuk, tulajdonképpen szinte közvetlenül felhasználja a szervezet, ezt edzés előtt vagy edzés közben fogom tudni megtenni. Sokkal egyszerűbb, mint hogyha fehérjét innék, hiszen ott elképzelhető, hogy rosszul leszek a fehérjétől az emésztés miatt. Itt viszont az aminosavaknál nincsen ilyen, tehát nincs emésztési időt és energiát tud spórolni a szervezetem, és közvetlenül egy gyors energiához jut, és ráadásul még az izmokat is védi, például a BC aminosavak. Az izomvesztés, mondjuk ki megállítása, az a rettegett katabolizmus. Én azt gondolom, hogy talán így egyértelmű edzés előtt és edzés közben aminosav készítményeket tudok választani, edzés után pedig maradjunk a fehérjénél. Termékportfóliónkban rendkívül széles az aminosavakat tartalmazó készítményeknek a száma, és hát tényleg nehéz azonosítani ezeket a termékeket, de próbálok nektek segíteni. Ezt a széles portfóliót a könnyebb érthetőség miatt két csoportra bontanám. Az aminosav komplexek, amelyek a fehérjeépítő aminosavak közül a legtöbb félét tartalmazzák. Ezeket főleg ugye tablettás, illetve folyékony forrában találjuk, és kifejezetten étkezésekhez szoktam javasolni. A másik csoportban pedig a népszerű, illetve a nélkülözhetetlen aminosavakat találjuk. A legnépszerűbb aminosavak közé például a glutamint sorolnám, és itt a glutamin zérót emelném ki, amely egy rendkívül magas 90%-os tiszta aminosav tartalommal rendelkező és ízesített cukormentes termék, ami nem hiába nagyon népszerű, főleg edzés alatti fogyasztásnál. A BC-ek, amelyek ugye a nélkülözhetetlen kategóriába tartozó eszenciális aminosavak közül talán a legnépszerűbbek. Egyébként ezeket izomvédő aminosavaknak is nevezik, ez három aminosav, leucin, izoleucin és valin. A BCA0-t emelném ki, amely szintén cukormentes, ezen felül pedig nem csak BCA-t tartalmaz, hanem a felszívódását segítő B6 vitamint, illetve glutamin aminosavat. A harmadik termék pedig az eszenciális aminosavakat, azaz a nélkülözhetetleneket együttesen összefoglalja, az EA0,
amely egy cukormentes termék, és teljes spektrum, ráadásul kiemelkedő glutamin tartalma miatt azt lehet mondani, hogy egy tökéletes választás edzés előtt is, és akár edzés közbeni fogyasztásra is.